Krisztián, most látszott igazán, azt gondolom, ezen a mérkőzésen, mennyire ki vannak éhezve a nyíregyházi szurkolók, hogy láthassák ezt a csapatot Nyíregyházán. Közel 2000 néző volt a Continental Arénában. Milyen volt ilyen hangulatban pályára lépni, játszani? Nagyon jól éreztük magunkat, és tényleg jó volt látni, hogy ilyen sokan eljöttek, és kíváncsiak voltak erre a érdekes párosításra, ugye. Szerintem egy nagyon érdekes és különleges kis futsal mérkőzés volt ez így ebben a formában. Örülök tényleg, hogy ilyen sokan látták, és gratulálok tényleg a stúdiónak, mert megérdemelten nyertek. Egy jó csapattal találkoztunk, és tényleg jó volt látni, hogy ilyen összeszokott társaság. Jól tudom azt, hogy van futsal végzettséget, futsal papírod, és nem tudom, használtad-e már valaha? Nem. Itt van a volt szövetségi kapitány, ugye a Turzó Józsi, és rám is írt, hogy 10 éve végeztem el a futsal edzőit, és ugye, hogy sikerült most debütálnom futsal mérkőzésen. Igazából soha nem ültem még egy kispadon, nem nagyon használtam én, mert ugye futsal edzőnek nem készültem, viszont nagyon sokat tanultam, amikor azon a kurzuson elvégeztem, nagyon hasznos tanulmányokra, tudásra tettem szert annak a kurzusnak az elvégzésénél, és amit ugye a nagypályán is azért tudok alkalmazni, tudok hasznosítani, de nyilván, mint futsal edző nem foglalkozom a futsal taktikai részével, meg a felkészítésével, de tényleg debütáltam most itt is. Ez egy gála meccs volt, de azért egy jó edzésnek beillett, gondolom. Abszolút. Nyilván ugye azt tudni kell, hogy mi edzettünk délelőtt egyet, ugye nem ez volt csak a terhelés a srácoknak, ugye ketté szedtem a társaságot, és ugye az egyik fele ugye az többet dolgozott, a másik pedig ugye délelőtt edzett, és ugye a két terhelés együtt volt az, amit ugye a teljes egészében a csapat kapott. Mi már azért itt a felkészülés első felébe vagyunk, ahol egy elég kemény első időszakon vannak túl a játékosok, és készülünk ugye hétvégén a Kassával fogunk találkozni az első nagypályás edzőmérkőzésünkre, és ugye ezt próbáltuk beilleszteni a felkészülésbe, de örülünk neki, mert szerintem egy kicsit megtörte a hangulatát a felkészülésnek. Jó volt látni tényleg, hogy ilyen sokan mögöttünk állnak, és ez erőt ad nekünk szerintem az, hogy a bajnoki rajton is kettőzött erővel küzdjünk tényleg, hogy megregyenek a céljainkat, meg tudjunk felelni. Edeszki Kristóf bevonult a történelembe azzal, hogy te szerezted a Spari gólját ezen a gálán, és hát jól is játszott a csapat. Milyen érzés volt teremben játszani? Köszönöm szépen. Igen, most ez sajnos így sikerült, az eredmény az nem nagyon mutatja, hogy voltak azért szép megmozdulásai nekünk is szerintem. Nyilván jobbak voltak a futsalosok, gratulálunk nekik, de mi is nyerni szerettünk volna, úgy jöttünk fel az elején a pályára, aztán hát elég sokszor kijátszották a végét, és nem nagyon tudtunk mit csinálni vele, sajnos. Azért egészen más műfaj, ugye a futsal, mint a rendes foci? Így van, igen. Hát már az elején szerintem érezte mindenki már bemelegítésnél, meg az első pár percben, ahogy jöttek ránk, hogy itt azért teljesen más, mint a fű, meg a nagy pálya, úgyhogy igen, ez teljesen más volt, de próbáltunk helytállni. Ráadásul ti edzésből jöttetek, még most kezdődött részben a felkészülés is, de jól illeszkedett a felkészülés programjába? Igen, hát ezt igazából az edzők meg a szakmai stáb rakja össze a programot, mi elvégezzük a munkát, amit mondanak a legjobban, meg mindent próbálunk beleadni, itt is mindent próbáltunk, az is volt a lényeg, hogy a terhelés is meglegyen, meg nyilván, hogyha már itt vagyunk, akkor egy jó eredményt érjünk el, az sajnos nem sikerült, de úgy éreztem, hogy szerintem mindenki küzdött 100%-osan, meg belerakta magát, aztán most az sajnos annyira volt elég. Neked kimondottan jól ment a játék, többen úgy kérdezték is, hogy biztos, hogy futsáloztál korábban. Futsalban nem játszottad, de kispályán azért igen, ez látszott a mozgáson. Igen, köszönöm. Hát egy pár éve játszottam utoljára kispályán, mostanában már nem megyek el, meg főleg a szerződés is tiltja, nem szabad elmennünk, meg nagy a sérülés veszély nyilván, de régebben játszottam párszor, és igazából ennyi. Most pedig majd jön egy rendes nagypályás edző, mert csak az sem, utána meg irány az edzőtábor, hogy érzed, milyen a hangulat a csapatnál? Így van, hát az egész első fél évben szerintem jó volt a hangulat, azt hoztuk tovább most a második fél szezonra is. Próbáljuk ezt megtartani és ugyanilyen eredményesen szerepelni. Öreglaki Norbert is remekül játszott a mai napon, hát nem rossz hét van azért a hátatok mögött, tegnap 8, ma 7 gól, de hát ez a teljesen más hangulatú meccs volt, gondolom. Így van, nagyon vártuk már ezt a mérkőzést. Azt gondolom, hogy méltóképpen tudtunk felnőni ahhoz a színvonalhoz, amit a nézőközönség, illetve a szurkolótábor képviselt a mai mérkőzésen. Próbáltuk ezt a mérkőzést úgy felfogni, hogy egy nagyon jó edzés, illetve gyakorlás a szezon további részében. Furcsa volt közel 2000 néző előtt játszani? Azért gondolom feldobja egy játékost. Igen, aki már játszott hasonló nézőszám előtt, annak biztos, hogy annyira nem volt furcsa, de amikor a szurkolótábor elkezdett szurkolni, akkor egy kicsit többabőrös lehetett mindenki, az biztos.
Nagyon remélem, hogy a szurkolótábor egy kicsit rákop erre, és akkor minél több néző várható a folytatásban. Ez egy nagyon jó kis hírverő mérkőzés lehet, és hát szeretnének belőle hagyományt teremteni, de nem tudom, hogy említették-e már neked a Sparitó, hogy júniusban nagy pályán várnak ideget egy visszavágóra. Igen, igen, tudjuk, hogy lesz nagypályán is egy mérkőzés, kíváncsian várjuk. Addig még sok feladat várnánk a bajnokságban. Szeretnénk a céljainkat elérni, és akkor majd meglátjuk, hogy nagy pályán is ül ki majd a mérkőzésből. Nektek mennyire jön jól, hiszen a bajnokság az gyakorlatilag a rájátszás előtt még van 4 mérkőzés, most egy kis szünet után azért vissza kell rázódni, gondolom. Igen, igen, volt egy hosszabb szünet, amit a szakmai stábtól megkaptunk. Most próbáljuk visszanyerni a formánkat sok edzéssel, illetve mérkőzésekkel. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ott fogjuk folytatni, ahol abba hagytuk decemberben. Lovas Norbert egy újabb győzelmet elkönyvel, hát nem rossz eddig, hétfőn is, kedden is egy siker elárulhatjuk. Talán a nézőknek, hogy a mérkőzés előtt volt egy pici lámpaláz talán a játékosokban, amikor meglátták, hogy milyen sok néző érkezik a meccsre. Igen, ez így van, tehát láttam rajtuk, hogy izgulnak, aztán próbáltam beléjük egy kis lelket önteni, hogy nem kell izgulni, csak futcálozzunk, tehát az, hogy ennyi néző megtisztelte ezt a mai estét, ezt pozitív üzenetként fogják fel, hiszen ez egy nagyon jó promó volt ennek a futcálsportnak, hogy kijöttek az ultrák, és ilyen hangulatot teremtettek, mert egyszerűen így futcálmeccsen is plusz erőt adna nekünk, és így megszoknánk ezt is, mert ezt egyébként meg kell szokni a játékosoknak, hát igen, tehát én tudom, átéltem azt, hogy milyen, amikor 10 000 ember előtt játszottunk Brazíliába, ott volt szurkolás, és hasonló volt, amikor bementünk, azért remektek a szipkák, de utána mi is átvettük ezt a feelinget, és teljesen jó volt így a játék. Azt gondolom, a jót az könnyű lenne megszokni. Persze, így van, igen. Most lehet szusszanni egy picit, sokat nem, 15-én jön már a következő bajnoki, és hát nincs megállás, van még 4 mérkőzés ugye az alapszakaszból, de hát talán ki lehet jelenteni, ugye, hogy a felsőházban ott van a csapat. Picit már beáldozzátok ezt a 4 meccset a felsőházi készülésnek, vagy megy tovább lendületből a csapat? Igen, a felsőházunk az már 100%-ig megvan, tehát a versenyszabályzat a több győzelmet sorolja előbbre, és így az nekünk jobb, mint a jelenleg 7. helyen álló, azt hiszem, hogy a Deac van ott, és már nem érhetnek minket utol, hogyha minden 4-szer kikapunk, de nem ez a cél természetesen, hanem készülünk a felsőházra, természetesen akkora próbáljuk majd a játékosokat újra csúcsvonalba hozni, úgy, ahogy abba hagytuk, és nagyon bízom benne, hogy ezt elérjük. Ez a 4 meccs, abból lesz 2 kiemelt meccsünk, mert szeretnénk minél több pontot gyűjteni, és minél több ponttal bemenni a felsőházon, mert azért ott van jelentősége, és próbáltunk új célokat megfogalmazni, amit terveztünk, azt már teljesítettük, viszont muszáj volt valamit kitalálnunk, és nagyon bízom benne, hogy a fiúk átérzik ennek a fontosságát ennek a szezonnak, mert tényleg jó pazva vagyunk, és igen, tehát hogyha egy kis szurkolás még kapnánk, hát hogy összejönne egy 4. helyre lőttük be úgy magunkat, és akkor éremért játszhatnánk. A prioritás nem az még nálunk, hogy bajnoki döntőt játszunk, ez a hosszú távú célja a klubvezetésnek. Meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, és nagyon bízom benne, illetve figyeljük azokat a játékosokat, illetve mindenkit figyelünk, de hogy jövőre kire számíthatunk. Tehát jövőre megint egy lépcsőfokot szeretnénk lépni felfele, és ahhoz keressük az egyéneket, megpróbáljuk megtalálni, de nem adjuk fel ezt a 4 meccset a felsőház érdekében, hanem próbálunk igenis oda koncentrálni, és mindenkivel pariba lenni.